textilipar hatalmas üzemcsarnokaiban világszerte problémát jelent a gyaloglás. Igen, a gyaloglás. Ki gondolná, hogy ezek az asszonyok egy műszak alatt 25-30 kilométert gyalogolnak munkagépeik mellett, mert hol itt, hol ott kell orsót cserélni, vagy elszakadt szálat összekötni. Ez még egy távgyalogló napi edzés adagjának is megfelelne. A japán fonodai és cérnázógépek kezelői új módszert próbálnak ki. Gyaloglás helyett görkorcsolyán róják az utat a hosszú gépsorok között. Ám ez is nagyon fárasztó. A Szegedi Egyetem kibernetikai laboratóriumának kutatói elektromechanikus úgynevezett ülőfonó berendezést konstruáltak. Az elektromotorral meghajtott székkocsi a munkagéppel párhuzamosan halad. A berendezés lelke a vezérlő szerkezet, amely a székkocsi mozgását irányítja. A munkagépen minden egyes fonal elektromos érzékelőn halad keresztül, amely szakadás esetén elektromos jelet továbbít a berendezés agyába. Ez mindaddig nyilván tartja a hibát, amíg azt ki nem javították. Mivel a berendezés automatikus, a munkásnőnek arra sem kell figyelnie, hogy hol van szálszakadás, mert a székkocsi mindig ott áll meg, ahol arra szükség van, és csak a hiba kijavítása után halad tovább.